Nem tudom, hogy bárki próbálta-e azt, hogyha lát egy pókot, elé tegyen egy tükröt, megnézni, hogy ez a pók mit reagál. Jó, nyilván az emberek többségének nem az első gondolata. Hé, te! Itt most most nyomja rajtuk! Most! Különben ez a pók! Este, kimászik az ágyad alól! És... utána pedig megyesz! Na hát, sziasztok, én túlszedvők, és a mai videóban elhoztam olyan pillanatokat, amiket, hogyha nem vesznek videóra, nem kapnak el kamerával, valószínűleg soha nem hinnéd el. Tudjátok, ezek azok a pillanatok, amiket a haverod mondjuk elmesél neked, de annyira lehetetlennek tűnik, hogy úgy vagy vele, hogy valószínűleg egyértelmű kamu. Ezek is ilyen helyzetek, amiket szinte nem tudnál elképzelni, mégis megtörténtek, ugyanis videóra vannak véve. Nagyon fontos megemlíteni, hogy egy-két napon belül elérjük a 100 000 feliratkozót, amit hihetetlenül köszönök is nektek. Ennek alkalmából lesz egy élőadás a csatornámon, ahol fogunk játszani horrorral, és veletek is beszélni, ráadásul Csengével, akit a random tükás videóban láthattatok. Ebben a live-ban azt is megtudhatjátok, hogy ő valójában kicsoda. Ha pedig ebből a videóból érdekel a folytatás, szokásos 3000 like-nál lesz folytatás. Kezdjük! Az első már most szerintem az egyik legbámulatosabb lesz, ugyanis egy hoki meccsről van szó, ahol is az egyik ott dolgozó ember a pálya szélén nagyon közelről megnézhetett egy korongot. Ezt olyan szinten komolyan kell venni, hogy ez a korong konkrétan pár centire ment el az arcától, a férfi kissé arrébb húzódott, szóval lehet, hogyha nem mozdult volna meg, még közelebb is lehetett volna, vagy legrosszabb esetben el is találta volna. De szerencsére nem jutott hozzá, viszont a kamera mellette volt, és a kamerát eltalálta. Elég hihetetlenül hangzik, de a videó magáért beszél. Ez a felvétel is egy hoki meccsen készült. Az egyik játékos sikeresen elhagyta az ütőjét, majd a társa valami nagyon menő módon a leglátványosabban adta vissza. Ahogy látod, a saját ütőjével visszaúszta a másikat, majd elsúnyította a másik srácnak a kezébe. Mindezt úgy tette, hogy közben nem is nézett oda. A legszebb zárás az pedig, hogy a társa el is kapta. A következő kép egy videóból van kivágva, amiben is igazából annyi történt, hogy egy nő hátradőlt, miközben nevetett, majd hát mondhatni nem teljesen látszottak ki azok, amiknek nem kellett volna, de félig meddig mégis. Nagyon sok helyen megtaláltam ezt a képet, szóval több mint valószínű, hogy ez tényleg megtörtént. Órákon keresztül keresgéltem az interneten a videó után, de azt viszont sehol nem találtam meg. Ettől függetlenül beszeretném nektek mutatni mégis majd egy későbbi videóba, ha esetleg megtalálom, vagy ha valaki ismeri a videó címét vagy bármit, az kommentbe írja le. De ilyen esetek tényleg meg tudnak történni, bármennyire is hihetetlen. Nem tudom, hogy bárki próbálta-e azt, hogyha lát egy pókot, elé tegyen egy tükröt, megnézni, hogy ez a pók mit reagál. Jó, nyilván az emberek többségének nem az első gondolata, hanem szeretné eltüntetni, vagy egyszerűen csak nem látni, de ez a következő ember konkrétan tett elé egy tükröt, majd a póknak ez volt a reakciója. Nagyon nehezen tudta felfogni, hogy az ott ő, ugyanis ahogy látszódik, a végtagjait mozgatja, és mintha tesztelni a tükröt, hogy valójában ő van benne, vagy pedig sem. Egy pók számára elég hihetetlen ez az egész. Szegény miket éltett át. Ez a kisrác pedig képes arra, hogy zsonglőrködik 3 Rubik kockával, és közben kirakja őket. Ez lassítva valahogy így néz ki. Én őszintén eddig még nem láttam sok ilyen embert, aki erre képes lenne, és szerintem ez valami brutálisan nagy tehetséggel, és teljes elismerésem látszik a fején, ahogy koncentrál erre az egészre, mivel valóban nem egyszerű a feladat, de nézzétek csak meg! Ez volt az utolsó, de ne aggódj, mivel szinte majdnem minden nap délben van új premier, szóval iratkozz fel és nyomd be a csengőt, hogy nem maradj le róluk. Folytatás 3000 like-nál, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!